mindenkit! Ebben a videóban egy érdekes fizikai kísérletet szeretnénk bemutatni. Vékony olajrétegen, szappan buborékon, két üveglap közé szorult levegőrétegen, lángból kivett acéllemezen, fehér fényben színes foltokat láthatunk. Ez a fény interferenciával magyarázható. A most bemutatásra kerülő szappanhártyás kísérleti eszközön is megfigyelhető a fény interferencia jelenség. Erre megkérném Mátyást és Dávidot. Sziasztok! A kísérleti eszközünk egy konzervdobozból és egy hozzárögzített orvosi fecskendőből áll. A későbbiekben majd kiderül, hogy miért volt erre a kis extrára szükség. A konzervdoboznak a belseje fekete mattfestékkel van lefestve, azért, hogy majd a szappan hátján megjelenő elszíneződés így sokkal könnyebben kivehető, észrevehetőbb lesz. Szükségünk volt még egy szélesebb edényre, azért, hogy majd beleférjen a konzervdoboz. Ez a folyadék pedig vizet, glicerint és néhány csepp mosogatószert tartalmaz. Akkor lássunk is neki a kísérlet elvégzéséhez. Beleöntjük a glicerin vízből és mosogatószerből álló folyadékot. Ez egyébként a szappan buborék fújók folyadékához hasonlít leginkább. Na, most sikerült is egész szép buborékot készíteni. A fény hullámhossza 400 és 800 nanométer közé esik, és ilyen vastagságú szappanhártyára eső fény kis része visszaverődik, mégpedig egy része a hártya első felületéről, más része a hártya hátsó felületéről. A két közeli felületről visszavert fény találkozásakor egyes hullámok erősödnek, mások gyengülnek. Ennek következtében lesz a visszavert fény színes. Ezt az ábrán is jól lehet látni. Különböző hullámhosszokon különböző elszíneződéseket lehet észrevenni. Először a piros szín fog mindig megjelenni, ugyanis ennek a hullámhossza nagyjából 680 nanométer, és végül a lila szín fog megjelenni, aminek a hullámhossza 405 nanométer. Amit hozzárögzítettünk, az egy nyomáskülönbségen alakuló eszköz, egy orvosi fecskendő. Ha ezzel meg tudom a konzervdobozban lévő nyomást változtatni, és így kidomborodik a szappanhártyánk, aminek a tetején egész szépen lehet látni az elszíneződéseket, és így egy domború tükröt hoztunk létre. Egyébként mindig ott fog először elszínesedni a szappanhártya, ahol a legvéknyabb, jelen esetben most a tetején. És ennek a szappanhártyának a domborulatát tudom változtatni. Lehet vele homorú és domború tüköt is formázni, ez tulajdonképpen egy ilyen mellékes dolog. Kisebb fuvallat hatására ezek az elszíneződések összezavarodnak. Ennyi lett volna ez a kísérleti bemutató. Köszönjük a megtekintést!